Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, és azokat is, akik érdeklődéssel nézik ezt az adásunkat. A kezdők alkalma címmel kezdtünk el már korábban sorozatot, és most az Úr imádságával foglalkoztunk már előzőekben. Ezt szeretnénk folytatni. Tehát az igénk, amiről beszélünk, a Máté evangéliuma 6. részében van, ott találjuk az Úr imádságot, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, eddig jutottunk, és most innen folytatjuk, jöjjön el a te országod. Ezzel a mondattal tulajdonképpen mit kérünk, jöjjön el a te országod? Mit jelent a Bibliában az, hogy Isten országa? Jézus egyáltalán nem beszélt arról, hogy hol van az Isten országa. Nem szólt arról, hogy mekkora Isten országa, nem jelölte ki a határait, hogy ettől és eddig vannak a határai. Annyit mondott, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, de hogy hányan laknak ott, arról nem beszélt Jézus. Tehát ez titok, hogy ott hányan vannak már Isten országában. Legtöbbször, amikor Isten országáról beszélt Jézus, akkor az Isten országának a dinamikus voltáról, az Isten országának az erejéről beszélt, ami által Isten nagy dolgokat mutatott meg. Isten országa azt jelenti, ahol Isten uralkodik. És az Úr mindenütt uralkodik, az ő láthatatlan lénye, az ő dicsőséges volta, láthatatlanul megvan, jelen van, és megvannak Isten országának az érvényben lévő szabályai, törvényei, és Isten országának megvannak a polgárai, és a polgárok Isten országának akaratát keresik, és cselekszik, hiszen nem is mehet Isten országába az, aki Isten akaratát figyelmen kívül hagyja. És akik Isten országának a polgárai, az Úrnak a félelmében járnak, megváltott emberek, újjászületett emberek, és hogy kegyelmet nyert bűnösök. De most így mellesleg kitérek ezzel a mondattal kapcsolatban arra, hogy amikor azt kéred, hogy jöjjön el a te országod, akkor ennek van egy ilyen jelentése is, hogy még nem jött el. Lehet, hogy a te életedben még nem jött el Isten országa. Még Isten országának ereje benned még nem működik, mert még kívül vagy Isten országán, még nem vagy a polgára, mert amikor Isten országáról beszélünk, azt kell tudni, ha igent mondasz Isten országára, akkor Krisztusra is igent mondasz, mert Krisztus nélkül nincsen számodra Isten országa. Az Isten országa már megjelent a világban, ugyanakkor ez még nem azonos az eljövendő Isten országával. Tehát ez egy ilyen dialektikus helyzet,
hogy megmutatkozik az erejében, tapasztaljuk, köztünk van Isten országa Jézus által, de ugyanakkor a teljes dicsőségében, majd az eljövendőben látjuk. Jézus azt mondta, ha pedig én Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Máté 12.28-ban van. Tehát Isten országa az erői szerint itt van. A feltámadott Krisztus is az Isten országának erejében él. Tehát még egy pár szót, Isten országa jelen idejű eljövetele, tehát hogy megjelenik Isten országa közöttünk a gyülekezetben, ez kifejeződik a csodatettekben, a gyógyításokban. Tehát Jézus úgy értelmezi, mint Isten országa jelen valóságának a jelét, ha egy csoda történik, hogyha az Úr egy imádságot meghallgat, hogyha az Úr közbelép. Jézus is azt mondta, hogy Isten újjával teszi azokat, amiket tesz. És hogy nyilván így van jelen Isten országa. Tehát ezekről érdemes gondolkozni, hogy az Isten országa eljött-e már közénk, ismerjük-e Isten országának erejét. Az Úr tanította a tanítványait imádkozni, és azt mondta, hogy így imádkozzatok. Sokszor félreérthető, mert bizonyos vallásos emberek sokszor elmondják az úri imádságot, ami nem baj, én is szoktam, de Jézus azt mondta, ilyen lelkülettel imádkozzatok. Ez az, ami a kéréseink rangsorai, és ami fontos, ami lelki és nem testi, mert úgy szoktunk imádkozni, hogy előre toljuk a kéréseinket. A fiatalon ugye a vizsgákért imádkoztunk, hogy az jól sikerüljön, aztán később az állás interjúknál a sikerességünkért, a növekedésünkért, ha jól sikerült, a karrierenkért, az anyagi dolgainkért, a házépítésért, a lakásvásárlásért, és nagyon sok mindenért, de ez nagyon távol áll a Jézustól tanult imádságtól, a lelkülettől. Itt ebben a részben a második kérés az, hogy jöjjön el a te országod. Ugye itt ez a végső dolgokkal való könyörgés a végső dolgokkal kapcsolatos, így is mondhatjuk, hogy eszkatológiai kérdés, hogy Isten országa jöjjön el. A hívő ember vágyik is arra, hogy Isten országába legyen, hogy Isten országa közöttünk legyen, hogy ő eljöjjön. És úgy gondolom, hogy ez úgy a jövőre vonatkozik, de az a csodálatos, hogy már itt is megtapasztalhatjuk, hogy Isten országa itt van közöttünk. Azok az emberek, akik megtértek, és a megtértek közösségében élnek, és a családjukban is az Úr Jézus Krisztus, a feltámadott jelen van, és munkálkodnak a család egységén, azok is megtapasztalják, hogy Isten országa köztük van. Ez azt is jelenti, hogy jöjjön el a te országod, hogy Isten Úr a földön, Isten Úr a mennybe, Isten Úr a testünk fölött, Isten Úr a lélek fölött, a jelenvalók is fölött is Úr, és az ő kezébe vannak, a következendők is, az eljövendők is, és maga az egyház, a hívők közössége, és a világ fölött is ő az Úr. Nagyon érdekelte
a tanítványokat is, de a farizeusokat, írástudókat is, akiknek közük volt az Isten beszédéhez, az ígét ismerték, azt kérdezték meg az Úrtól, mikor jő el az Isten országa. A Lukács evangélium a 17. rész 20. versétől olvassuk, amiket Jézus válaszolt erre. Jézus ezt mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el, sem azt nem mondják, hogy imé itt, vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. És arról is beszél Jézus, hogy ha jövendőbe eljön Isten ország, hogy ezt mindenki meg fogja látni, mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az ember fia is az ő napján, amikor eljön. Ez is a Lukács evangélium a 17. részében olvasható. És akkor még Jézus ugye megemlíti a Lót napjait is, hogy akkor is így volt. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az ember fia megjelenik. Nagyon komoly üzenete volt Jézusnak a farizeusok, írástudók és mindenki számára, aki őt hallgatta, akik feltették a kérdést, hogy akkor hogy is lesz az eljövendő, hogy jön el Isten országa. És a nagyon jól ismert példákat hozta, hogy Noé is mindenkit hívott a bárkába, jöjjetek be a bárkába, mert eljön a nap, és az ítélet napja lesz. Az igazak megtartatnak, ahogy a bárka megtartotta mindazokat, akik az Úrhoz tartoztak, hittek az ő szavának, és bementek a bárkába, engedelmesek voltak. A többiek pedig elvesztek. Bármennyire is sokan vannak, akik azt mondják, ők nem hisznek Isten országába, az Úr Jézus nem fog eljönni, Isten országa nem fog megjelenni, de igen, csak váratlanul jön, de mindenki meglátja, mint a villámlást, ahogy az égen látjuk, nem lehet eldugni. És ezek nagyon komoly üzenetek, amikor Lót és Sodomában és Gomorában volt, Isten ítélete eljött, Isten napja eljött, amikor Lótot az angyal kivezette, és akinek a szívébe Sodoma és Gomora volt, hiába vezette őket ki az Úr angyala, annak a szíve visszahúzott, és ezért lett sóbálvánnyá a felesége. Szóval nagyon komoly üzenete van a kérdésre, Jézus nagyon nyíltan válaszolt, félreérthetetlenül. Mikor jö el az Isten országa, tették fel a farizeusok a kérdést, és Jézus azt mondja, nem szemmel láthatólag jö el. Sem itt, sem amott nem lehet megtalálni, mert az Isten országa közöttetek van, a másik fordítás így írja, hogy bennetek van, de sok emberben nincs az Isten országa, az ellenálló, gyilkos indulatú írástudók farizeusokban nem volt, ugyanakkor azokban a farizeusokban, akik keresték az Urat még éjjel is, és megtértek, azokban jelen volt Isten országa. Mit is jelent ez? Én nagyon szeretem az Isten népét, és szeretek Isten népe között lenni, és én azért is tartozom az Úrhoz, mert szeretem az Úr jóságát. Szeretem azt az életmódot és életvitelt, amit az Úr a számunkra ad. Isten országa közöttetek van. Azért szeretek Isten népe között lenni.
a szeretet, a békesség, a kegyelem az élet durvaságaival szemben hatalmas nagy áldás, hogy Isten népéhez tartozhatom, hogy az Isten országát itt a földön megélhetem, és óriási nagy különbség az, amikor az emberek önmaguk érdekében másokkal szemben agresszívok, amikor másokat legyilkolnak minden lelkiismeret furdalás nélkül, amikor tönkretesznek a saját érdekeikért, olyan ördögi erők mozdulnak meg, amik az ember életére törnek, olyan ördögi erők mozdulnak meg, amely az embereket tönkreteszi, olyan ördögi erők, amelyek családokat szétzúznak, gyerekeket apa nélküli, anya nélkülivé tesznek, csupán egyéni érdekből a saját maguk érzelmi kielégüléséért semmivel se törődnek. Nincs jelen Isten szeretete, nincs jelen Isten békessége, nincs jelen az Úr jósága. Ha Isten félelemmel az Úrhoz térünk, akkor ott az Isten félelem az életünkben, ott van Isten ígéje, ott van a szeretet, ott van a béke, ott van az áldozatkészség, az atyafiúi szeretet, hogy észreveszem a mások szükségét, és ők is észrevesznek engem. Isten népe között biztonságban lehetek. Másképpen élnek, mint a világ fiai. Én úgy gondolom, hogy valóban közöttünk van Isten országa, ahol a feltámadott Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, ahol a mennyei atyához a Krisztus nevében imádkoznak, ahol az atya és a fiú szent lelke kiárad, ott Isten országa közöttünk van, jelen van. És olyan csodálatos, hogy sok megtért, újjászületett ember életébe is látható az Isten országa. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan emberekkel szolgálhattam együtt, akik életében ott volt és látható volt Isten országa, akik eszközei voltak annak, hogy látható legyen Isten országa. Egy nagyon kedves misszionárus testvéremmel működhettem együtt életemnek egy szakaszába és egy idejébe. Sok megoldatlan probléma volt, és ő mindig eljött, hogy segítsen, és sokszor azt éreztem, hogy megérkezett Isten angyala. Rengeteg sok embernek tudott segítséget nyújtani, mert ott volt benne a feltámadott Jézus, és vele együtt Isten országa. Drága testvéreim, ez a kérés, hogy jöjjön el a te országod, ez azt is jelenti, hogy Krisztusban eljött az Isten országa, és az Úr a megváltott, megtért hívő embereket, az újjászületett embereket maga számára különítette el. És ebben az elkülönített testvéri közösségben élni egy csodálatos dolog, mert Isten országa közöttünk van. Lehet, hogy nagyon sok a keserűséged, lehet, hogy nagyon sokan kihasználtak, hogy az életed olyan zátonyra futott, olyan, mint a tenger habja, amelyik hányja magából az iszapot, a sárt, és tehát túl sok került. Meg kell térni, vágyni kell arra, hogy Isten országának a polgára lehess. Hogyan is lehetek az Úr országának a polgára? Hát úgy, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust behívom a szívembe. Az ő vére mos meg a bűneimtől. Ha van belátásod, és látod azt, hogy nem Isten országába vagy, hogy a gonosz és a sötétség uralkodik rajtad, akkor kérheted, Uram, jöjjön el a te országod az én életembe is. Tedd láthatóvá a te országodat, és ha vágy van benned,
hogy Isten országa látható legyen, a testvéri közösségre vágysz, akkor az Úr megadja az ő elhívása során, hogy tagja lehetsz az eklézsiának, az ő testének. Ez egy csodálatos dolog. Én azért szeretem az Isten népét, mert naponta megtapasztalom a közösséget Istennel és emberekkel, hogy Isten országa közöttünk van. Nem azért, mert olyan nagyon jók vagyunk, ingyen kegyelemből az ő megváltó szeretete, amikor látható az életünkben, akkor látják Isten országát. És végül még annyit, hogy amikor a hív ember az imádságnak ezt a mondatát mondja, hogy jöjjön el a te országod, akkor egy olyan vágy van a hív emberben, hogy Uram, még az én életemben, hogy jöjj el. Vagyis gondoljunk Pál apostolra, mikor a korintusiakhoz írt levelében is ír, hogy milyen módon, milyen esengő vágyjal várja az Urat, hogy készül az Úr jövetelére. Tehát a keresztény élet nem olyan, hogy hát ráérünk még majd valamikor megvalósulott, mert váratlanul bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy az eljövendő Isten országa a maga dicsőségében megjelenik. És hogy mi is, ha ugyanazzal a vágyakozással vagyunk, mint az első keresztények, akkor élet van a közösségben, és élő hitünk van. Tehát mondták már ezt korábban is a teológusok, hogy amikor a Krisztus visszavárásának, Isten országa eljövetelének a várása meglanyul, az emberek szívébe kihűl a gyülekezet. Nem várjuk az Urat, hanem okosságokkal tömjük egymás fejét, és csak a mindennapjainkkal, a mával törődünk. De mi várjuk az Urat, hogy eljön, és dicsőséget adunk neki.